Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 2 Vortex kihívásos végigjátszásomat a törpökkel. És mit maradt abba ugye, hogy kitámadtam a Tomb Kings sereg ellen, mivel egy az ugye, hogy zártam a videót, plusz hogy legyen egy automatikus mentés. És... ja, végük is. Nem igazán vágom azt, hogy valójában miért támadtak meg. Mert hát ugye győzelemre semmi esélyük nem volt, de azért mégis megtámadtak. Lord of Clan Morlin. Kissé furcsa. Plusz ugye meg lett Karak Zorn, ami... ugye ebben a városban kezd Torek Ironbrown a Mortal Empires-ben, szóval ez a úgymond a rendes főváros, ha úgy vesszük. Oké. Plusz ugye... lassan meghódítom egész éjszakot is. Negrondot. A High Elfek... igen, ugye én ugye győzöm le Negaronnak a seregeit, meg veszem el a városokat. Tyrion pedig foglalja vissza Ultuant. Ám bár a High Elfek kicsit sem annyira erősek. Ja, a hadsereg terén ugye a High Elfek azok nem valami kemények. Ám bár Negronnak valójában azért van annyira nagy erőviszonya, vagy azért ugye jóval erősebb, mint én, mert van egy csomó Black Ark. És ha minden igaz, egy ilyen Black Ark ugye az a hajó admirálissal, az meg lehet, hogy nagyjából olyan... egy olyan egység, vagy ugye egy olyan Black Ark, az két seregnek felel meg. Talán, ambár ebben nem vagyok biztos. De a lényeg az, hogy a Black Arkok azok nagyon nagy erőviszonyt adnak a frakciónak. Valiant Defeat. Jó vicc. Jó lenne amúgy leverni ugye ezeket az admirálisokat. Mivel... nem hagyhatom őket úgymond hátra. Így is úgy is le kell győznem őket a végén. For the Karaz Angkor! Lord! It is a reckoning! Muster the throng! Az jó volt. Elkapott vagy 3-4 egységet is. Hármat. Az komoly, ezért az egyik Runesmith-re hívta le a tüzérséget. Az megint mellé ment. We demand blood! My
Infestors! Quarrelers! We have scores to settle! The clans unite! Quarrelers! Go! Axes out! Have at them! Yes, yes! War of vengeance! Anard, go! Find your targets! Move to attack! For the High King! Groundsmith! Kill Hooks! Kill Hooks! Obey me! No shoddy contraptions here! I land, I'll do it! Iron Breakers! For the Calazon Corps! Kill them! Kill them! Dark! Kazook! Iron Breakers! Dwarfs! Ready axes! Grudge Thrower! Quarrelers! Crash all! Brood of smiting upon them! I! Vengeance! Valeria Blessed! Iron Breakers! For the Carazon Corps! They have wronged us! I'm Gilda Brood! Watch your command! It is an order! No! Move! Okay, győztünk! Már csak az izé maradt az admirális. Ja, jónak jó volt. Nem is értem amúgy miért adott ilyen arányt. Az az arány az rendkívül furcsa volt. Mondjuk voltak jó egységeik, de hát... A jó egységek sem veszik fel a harcot az én egységeimmel. Elképesztő amúgy, hogy mennyire OP a tüzérség a Warhammerben. Egyszerűen annyira pontosan lőnek, és annyira gyorsan, és annyira nagy a sebzésük. Valójában a sebzéssel valójában nincs gond, mert ugye például Rome 1-ben is, vagy Medieval 2-ben is, mikor beviszi a katapult a lövést, akkor az elképesztően nagyot sebez. A különbség az, hogy Rome 1-ben és Medieval 2-ben ugye nem lőnek olyan gyorsan, és nem is annyira pontosak, mint Warhammerben. Warhammerben egyszerűen annyira pontosan lőnek az egységek, hogy a közelharci gyalogságnak jóformán nincs semmi értelme, mert nem tudnak érvényesülni a tüzérség miatt. Vagy legyen ugyanúgy átlagos íjászok miatt. Annyira nagyokat sebeznek, és annyira gyorsan lőnek, és annyira pontosan lőnek, hogy egyszerűen nem éri meg jóformán közelharci egységeket képezni. Shoulder axes, lads. We move. De hát, ez van. De valójában ezt rohadtul ki kéne javítsák, mert egyszerűen katasztrófa, hogy mennyire OP tud lenni a tüzérség, meg nagyjából minden távolsági egység, ha úgy vesszük. Szóval nagyon-nagyon OP. Time for a reckoning. Ill considered. Thoric Ironbrow. Arcane Wisdom. És hogy őszinte legyek, ez egyáltalán nem jó. Persze jó az ugye, mikor néhány tüzérségi egységgel teljes seregeket versz szét, de azért az mégsem jó. Thirst.
5% újra töltődés és 10 lakosság növekedés az jó lenne. Ám bár inkább csak az újra töltődés. Az fontos inkább. Itt is fejlesztett városi őrség van, de jó. Attack! Armed and ready. Oh, hello. Vengeful Rune Lord. I. Okay. El kell foglaljam ezt a várost. Le kell győzni ugye a The Sentinels. Ja, ki kell lőni ugye az íjászokat először. Be kéne törni a izét a kaput. Lőjük az usaptit. Azok még valójában veszélyes egységek. Ja igen, meg ugye itt van még Necrosphinx-ek, ja. A Necrosphinx-eket ugye nagyon ki kéne lőni, mert azok veszélyesek a hősökre. Egynek annyi. Jó, esetleg valójában ez a két Necrosphinx volt.
British bleed for the clan! Sisters, watch! I am ready! It is an order! Quarrelers! Shaking watch! For the ancestors! For our ancestors! Of power! Quarrelers! This is a reckoning! Pump those dwarven legs! Aye! Defiant and unbowed! Quarrelers! Strike out! Annyira sokan már nincsenek. Nothing can stop us. The runes glow. A követő egy kicsit közelebb, úgyhogy be tudjak lőni a főtérre. Egyelőre nem army losses. Okay, Victor is in our grasp. Csontok. Szerintem hamarosan army losses.
Ja, pont most. Tökéletes. Nagyjából semmi veszteségem nincs. Nagyjából. Mi van még? Ja. Azt hittem még van egy egység valahol. Ja, automatikázáson ugye nagyon rossz lett volna. Mondjuk... ha jött volna ugye a másik erősítés, mert ugye volt még egy sereg a város mellett, akkor is győztem volna, de jóval nagyobb veszteséggel. És ugye nekem nem kell a veszteség, mert van itt még ki kellen harcolni. My anger burns bright. Plusz 3 izé. ez is érdekes amúgy, ugye. Winds of Magic Power Reserve plusz 30, de valójában... Valójában az kéne legyen, hogy a runamágiákat például, most nem mondom azt, hogy 30 másodpercet gyorsabban lehessen használni, mert lehet, hogy az már egy kicsit OP lenne, de 15 másodperc, esetleg 20, hogyha nagyon szívózunk. Ja, esetleg 20 másodperccel gyorsabban, vagy 15, az jó lenne. Mondjuk a Magic Resistance, ugye a mági ellenállás 10%-kal több mindenkinek, az rohadt jó. Az nagyon-nagyon jó. Nincs Grangni. Master of Runecraft. Mindegy akkor. Lord of Clan Morgrim. Fight them. Summon me if you dare. Not this time. Let us begin. Vengeful riddle. Ja igen, ezzel a sereggel. I am denied. Irány Koper ellen. My anger burns bright. Nem értem, miért akart ott menni. For the wisdom of the layer. For the wisdom of Valea. By Grungni, this had better be good. Reach those axles! Let us begin. My axe thirsts for war. The throng is mustered. Ja, hogy az csak addig lépett. Oké. Az gáz. Szerintem a Tomb Kings-ek meg fogják támadni ugye a várost, ugye Black Pyramid of Negest. Clan Morse pedig lassan, de meg fog semmisülni. Igen, meg is támadták. Plusz a Skavenek megidéztek egy izét, egy Doom Engineer-t. Onward. My axe thirsts for war. Ott van egy koponya, az kell. Az ott ugye 20.000 dénár. V-
Valójában több, mert ugye legyőzöm őket, kapok pénzt, megkapom ugye a 20.000 dénát, plusz még... ha elengedem a foglyokat, akkor azért szintén kapok pénzt. Így valójában több, mint 20.000 dénárt kapok. Ó, oh, hello. I forbid this. Time for a reckoning. For clan honor. It is time. Summon me if you dare. For the wisdom of the lake. Time for a reckoning. The axe thirsts for war. Várjunk, itt lázadás lesz, de nem igazán számít. Yes. A városi őrség az ugye mindig erősebb. 90%, 95. Ugye a városi őrség az erősebb. Nagyon ritka az, mikor egy olyan lázadó sereg jelenik meg egy városnál, amit a városi őrség ne tudna legyőzni. Az elképesztően ritka. Old trip. Fight for your old. I've no use for you. Thoric Iron. Ja, most ugye az van, hogy ezeket az admirálisokat egyesével szét kell verjem. Summon me if you dare. Oh wow, ezeknek nincs izé. Nincs felszerelés. Oké, okay, kell fegyver. Ez. Kell ez. És kell ez is. Valójában minden egyes frakciónak kéne amúgy izé legyen. Ilyen valamilyen képessége, amiből ugye tárgyakat tud venni. Mindegyik frakciónak kéne legyen. Nem csak ugye a törpöknek. Mondjuk jelenleg ugye van a törpöknek, van a... Az orkoknak ugye szintén van ilyen, hogy az egységeket tudják fejleszteni. Extra támadőrőt kapnak, vagy bónuszokat. Kiknek van még? Ah, fene tudja már. Valakiknek még van. De valójában minden egyes frakciónak kéne legyen. Na jó, foglaljuk el ugye ezt a várost. Nagyjából ugyanaz, mint a másik városnál volt, ugye Karakzornál, hogy szépen lassan lőjük ki azért a védőket. Kéne amúgy egy valami egység, ugye, ami ugye Siege Attacker, szóval meg lehet, hogy egy, mindössze egyet, egy Bugman's Ranger-t le fogok szerelni. Hogy legyen egy katapult, vagy egy ágyú inkább. Legyen egy ágyú a seregben. Ami ugye Siege Attacker, és akkor egyből tudom támadni a városokat, amelyik fallal rendelkezik. Plusz az ágyú, ha minden igaz, az gyorsabban lerombolja a tornyot, mint a követő. Meg kell várja, még ugye elhasználják a megidézést. Oké, okay, ez ugye eddig a harmadik.
És meg lehet, hogy nincs is több. Ja, azt hiszem csak ez a három volt. Ja, Skaven tornyok azok elég veszélyesek. Ja, mindig ugye ezt az egy tornyot, hogyha le tudnám rombolni, az nagyon jó lenne. Ó, de mi a francnak mennek előre? Ja, az a nyomvat torony. Oké, bár hogyha felküldöm a izét, a lordot, meg a hősöket, akkor ide jönnek, és az íjászok pedig tudják lőni őket. Ja, ez így jó. Oké, amúgy sokan már nem lehetnek. Oké, előre izével, a lorddal meg a hőssel el kéne intézni ugye a paritjást, meg a Poison Wind mortárt, vagy Globadiers, Bombadiers, bármi legyen. Ez Globadiers mondjuk. Ki kéne lőni azokat a retógrékat.
Oké, néhány Bugman's Rangers jöjjön be. Megint nagyjából ugyanaz lesz, ugye, hogy kilövöm a izét, a retogrékat utoljára, és akkor a tüzérség az pedig megtörik teljesen. Oké, irány előre. Egyelőre nem adta be az Army Losses. Na, végre ideje volt. Ja, jónak jó volt. Csak ugye... hiányzik egy ágyús egység. Let us begin. Aye. To war. Oké, és itt ugye, ja, itt lesz egy kis fosztogatás a Tomb Kings sereg miatt. Master of Runecraft. Ó, maga Setra the Imperishable. I... Viszlát. Rune Ricky. Vengeful Rune Lord. Tökéletes a frakciónak annyi, és még ezeket is elérem. Ah, elveszítek egy Ironbreakers-t. Ah, oké, akkor le kell játszom a csatát. Ám bár arra gondoltam, hogy akkor ez már a következő részben. Mert ugye nem akarom elveszíteni az Ironbreakers-t. Globális képzéssel sok idő még pótolom. Ja. Ez akkor a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!